Egyetlen hét alatt 20%-kal nőtt a regisztrált majomhimlős esetek száma világszerte, közölte az Egészségügyi Világszervezet. Az új esetek túlnyomó többségét Európából és Amerikából jelentették. Több mint 35 ezer majomhimlős esetet jelentettek 92 országból vagy területről, mondta a WHO vezetője Tedros Adhanom Ghebreyesus. A múlt héten jelentett 7500 eset 20%-os növekedést jelent az előző héthez képest, amikor szintén 20%-os növekedést tapasztaltunk. Ghebreyesus azt is elmondta, hogy összesen 12 majomhimlős halálesetről tudnak Afrikán kívül, ahol a vírus általában megtalálható. Bár a legtöbb esetben olyan férfiak fertőződtek meg, akik más férfiakkal létesítettek nemi kapcsolatot, szexuális kontaktus során bárki elkaphatja a kórokozót. Bár a majomhimlő ellen van már vakcina, az nem csodafegyver, hangsúlyozta a WHO vezetője. A legfontosabb szerinte, hogy az egyének megtegyék a megfelelő óvintézkedéseket, csökkentsék szexuális partnereik számát, és ne vegyenek részt csoportos szexben. Et voilà.